Sziasztok, Exők, és ez itt a GGSM lesz VGCS-ának újabb részei. Azt hiszem, ez a telefonbeszélgetés volt. Na mindegy, ha mégse volt, akkor most el is mondanám, mi volt benne. Nem is emlékszem, mikor vettem fel utoljára, sem is tudom, mi volt az előző részben. Szóval, Vuzi hívott fel minket, hogy látogassuk meg a Las Venturesi kis kaszinójába, és akkor ott tudunk dolgozni neki. Nos, ott hagytuk abba az előző résznél, hogy sikeresen megtanultunk repülni Torino-nak köszönhetően, és meg is vettük a repteret, és most sajnos Torino-nak egy-egy gyökér küldetését kell magunkra vállalnunk, amiből ez ilyen mellékküldetési szál, és én ezt meg fogom csinálni. Az első a Noi. Get you again, Carl. You're half asleep. I could have killed you in 9 different ways. Wake up and smell the coffee. You need to lay off the coffee. We got a problem. I got some guys out in the field need some equipment. If they don't get it, they'll be dead by nightfall. Then take it to them. Me take it to them? Yeah, why not? I got 5 guys watching me all the time. I got 2 in that hill, 1 over there, and 2 by satellite. If I go, my guys and I will be dead. I don't have a death wish. I'm a man of peace, son. Yeah, clear. Take the plane. Now, you're not ready yet, so stay low under the radar. Questions? Yeah, just one thing. Get to it. Wait, hey, listen. Listen to me for once. Why won't these guys come after me? Oh, they can't. Because they're all posted on me. 1 DEA, 1 FBI, a Russian, a Cuban double agent, and my paymasters. Checks and balances. Nobody is watching anybody, watching nobody. Know what I mean? Go. Whatever, man. Hát igen, most egy picit jól megmondta nekünk Torino. Most még tovább mennénk, úgy érzem, hogy... Jaj, YouTube mindjárt háborogni fog. Yeah. Szóval Torino-nak egy-két pajtásainak kéne egy kis felszerelés, úgyhogy ezt a kis felszerelést adjuk meg nekik. You sure this thing is safe? I can see daylight through the floor. Yeah, that thing looks like an airhead. The U.S. Air Force is less likely to shoot you down. Cool. What's the problem then? I said less likely. You did as many amphetamines as these guys do. You've been lucky enough to shoot anything that moves. Oh, shit. Hey, just stay low and you'll be fine. Na szóval ez a küldetés időre megy, és a radarszint alatt kell olálkodnunk, vagy különben megismerkedünk a katonasággal. Most a radarszintre annyit kell tudni, hogy nagyon közel kell menni a földhöz, amennyire csak lehet. Ennek meg is van a veszélye, ugyebár hát neki mehetünk egy-két dolognak, például a kokáér fáknak, vagy esetleg egy-két háznak, úgyhogy teljesen észre kell repülnünk. Játékon kívül próbálgattam a küldetést, és őszintén megmondom nektek, egyszer sem sikerült. Jó, én végigjátszottam a játékot, de attól függetlenül egyszer sem sikerült megcsinálnom jól. Mert mindig a vége fele nekimentve egy fának, aztán már a repülőgép olyannyira iránytalanná vált. Tudom, hogy a radarszint felett vagyok. És hogyha már a radarszint teljesen a radarszint felett vagy, és az a kis csíkocska felé, töltődik, akkor sem a szikába vagy. Jó, tudom, Torino. Akkor meg, már mondom, meg fogod ismerni a katonaságot. Na, itt van a célunk, szerencsére. Ledobjuk a csomagot, és menjünk vissza. Egy lejjebb. Yeah. Lehetünk vissza. Persze az idő még mindig... ketyeg. Mindig siet, úgyhogy nekünk is ezt kell tennünk. Mondjuk 2 perc alatt ide elértünk, úgyhogy annyira nem nehéz, és most egész jól megy. Na, nyugi. Jó, próbáljuk meg ügyesen. Húzzuk fel a gépet. Persze közel a hegyekhez. Ó, és még sose... Júj, ez picit közel volt. Itt még sose jártam amúgy. Ó, ez picit magasan van. És most húztam. Jó.
Aztán most elkezdem megcsinálni Torino-nak ezeknek a Torino gyökérségeit. Persze a testvérünk miatt, vagy a Sweet miatt. Mert hát ugye mi vagyunk a... Hát, hogyha nem dolgozunk Torino-nak, akkor meg fogják ölni Sweet-et, szóval... Vagy éppen csesztetik, vagy nem tudom. Valami ilyesmiről lenne szó, úgyhogy én most mentem a tesómat. Na, azt elkerüljük, szépen. Közel a hegyhez. Ezeket menjünk lejjebb. És még le is kell szállnunk, ugye azt tudjátok. Nyomom lefelé, tesó, hát... Ne, légy ne. Jaj, köszönöm szépen. Köszönöm. Jaj. Jézusom. Azt hittem már elrontottam. De a Torino komoly kis sumával és pénzzel meghálálta a mi kis tettünket. Hát ennyi volt a NOI. Nos, oké, akkor mentsünk, és jöjjön a következő küldetés. Pull out. Rendben. Még itt a motor, ezért menjünk gyorsabban ide. Tökéletes. Na nézzük. Potya utas. Ó, tudom mi ez. Jaj, hát ez a küldetés, ez valami olyan... Ez olyan jó lesz, ne tudjátok meg. Öröm lesz ez a küldetés, esküszöm. Na, ők kik? What's your take on this? Dang! I thought them was your people. Listen, Carl, we've got a problem. Some traitors from another department think they can help the overseas situation by financing militaristic dictators in exchange for arms contracts. Hey, ain't that exactly what you do? Well, kind of, but we get to pick our dictators, degenerates that we can control. We try to stay the hell away from these guys with principle, because that just muddies the waters. Yeah, okay. Okay, so, of course, these idiots have stolen a consignment of landmines, and they plan to offload them in the Middle East and cause a little ruckus, and everybody goes crazy and have a lot of problems. I mean, Carl, do you like maiming people? I'm curious. Maiming? Some people? Sure. Anyway, the point is, you and me, Carl, hey, we're the same. Now, yeah, it's a dirty job, but somebody's got to do it. But if you screw this up, it causes a tinderbox situation all over Latin America and the Middle East. I spoke to the big man. You got clearance to eliminate these fighters. How's that? Huh? Man, kill government agents. Kill Schmill. Come on. Don't look at it that way, will you? Think of it as pest control. It works for me. All right. Come on. I can't stay here now. I'm too hip. I gotta go. Okay? I'm out of here. Most nézem, Kárnak retek furcsanyaga van. Na, hát megtudtuk, hogy ők kormányügynökök. És hát nekünk ezt a gépet el kell küldeni egy déli vidékre. Hát ez a küldetés nagyon nem könnyű. Júj! Ezt senki nem mondta, hogy ez későn indul. Hát akkor már van cseszvét a küldetés. Köszönöm a figyelmet, kezd voltam, sziasztok. Hát ez már el van cseszve ezt. Aha, ennyi volt. Kezdjük előről. Egyszer nem figyel oda az ember, és akkor csiribú-csiribán már is elrontott mindent. Nos, igen, ők kormányügynökök, és hát... Megtudtunk egy kis háttérszor, hogy mi a francot csinálnak itt, hogy mit akarnak ők pontosabban, de ez annyira nem is fontos, inkább az a lényeg, hogy el kell őket intézni, mert elrontják, amit mi megcsináltunk. Na, gyerünk! Jussunk fel arra a gépre. Na, jó. Az a lényeg, hogy fel kell jutnunk arra a kis részére, csak óvatosan. Igen, ez az, sikerült. Na, jók vagyunk. Nagyon jók vagyunk. Csapdába lesél a gépen. Hát, valami olyasmi. Na,
Szóval, tele van robbanó, igen robbanó, szóval tele van robbanó anyagokkal, ami azt jelenti, hogy nem igazán kell lövöldözni. Úgyhogy inkább használom a szamuráj kardot. Miért van lejjebb a HP-m? Valaki... Jajjaj! Valaki ezt elmesélni nekem? És miért rózsaszín minden? Mi ez? Get a Sunless Pink Edition? Oké. Okay. Ide át. Jó, oké, okay, ott jön az utolsó hordó. Gyerünk ide. Hello! Halott ember vagy tesó, hát ezt nem fogod túlélni ezt az utat, az már... Ó, oh, hello! Mit csinálsz? Te gyökér. Jó, oké, okay, most már mehet a nagy harc. Az a függetlenül nem lövöldözhetek. Már csak ő maradt. Na, vegyük az eltvernyőjét. És... most... ez a robbanót hölt erre a gépen, aztán húzza a csíkot. Hogyan kell elhelyezni? Így? Így kell helyezni, ha? Na mindegy, akkor ezek szerint így kell. Na jó. Én lefutok. Nem tudom mi lesz. Remélem nem cseszem el a küldetést. És nem. Ezt kell csinálni. Na. Kész, felrobbantottuk a gépet. Pöppet érdekesen van az a repülő. Na, jó, oké, akkor menjünk vissza vagy a reptérre. Nem ez egy 5 perces dolog, de... próbáljuk meg, elég sokat fogunk zuhanni. És elég magasan is vagyunk. Egy ideig nem fogunk nyitni a... eltűnőt. De jó, hogy most zaklatnak Steamen, nagyon szépen köszönöm. És meg azt is nagyon szépen köszönöm, hogy én erre nem figyeltem, nem kapcsoltam ki. Na jó van, esetleg a Steam-zőkért. Elnézést kérek. Zuhanjunk, zuhanjunk még. Még mehet nyugodtan. Ott van a katonaság, akkor erre megyünk. A katona... várt. Én oda nem akarok bemenni. Még ráér. Még bőven ráér kinyitni az eltörnyőt. Jó. 3, 2, 1. Most. Bazd meg! Istenem!